kemény a kömény, a kakuk fő kakuk gól, lesz a kés, a klófoló kiklófol, vagy jog a só, füstönek a fűszerek, röfög a csirke, csipog a sertészelek, fizik a sütő, a kaja már bedobva, forcsog a leves, mindenki lenyomva, hús gombol csorra az asztalon, te főző, Zsoltika, mi meg felfallom. Amikor én elvettem feleségül az én feleségemet, mert hát ki mást vettem volna feleségül, mint a feleségemet, aki ugye akkor még csak a mennyasszonyom volt, akkor elhatároztuk, volt ilyen hülyeség az újságokban, hogy titokban, nem, hát csak nem vertük nagy dobra. Na, szóval, 13-on voltunk, augusztus 13-án esküdtünk, minden 13 volt, és megállapodtunk, hogy ilyen egyszerű lesz, család, nagyon-nagyon-nagyon közeli barátok, és nagyon egyszerű kaja volt, kettő menüből lehetett választani, az egyik brassói apró pecsenye volt, a másik pedig rakott krumpli, de nem akárhol költöttük el a vacsoránkat, hanem a Stand 25 nevű étteremben, aminek ugyebár a séfje, a főnöke, a tulajdonosa, a királya, a padisahja, Szél Tamás Pajtikám, és hát oda nagyon-nagyon szeretünk járni. Ez egy ilyen, egy Michelin ajánlásos étterem, ugye a Tamásnak a másik étterme a Stand maga, tehát a 25 nélkül a Stand, az a Michelin csillagos étterem, a Stand 25 pedig egy ilyen fine dining, bistró jellegű izé, egy nagyon-nagyon kellemes pénztárca kimélő, nagyon jó kis hely, és hát ott bizony kettő kedvencünk van a feleségemmel, az egyik a brassói apró pecsenye, a másik pedig a rakott krumpli. Na, hát a rakott krumplinak a receptjét azért nagyon őrzi a Tamás, egy, majd meglátjátok milyen különleges módon készíti, mert én most ezt megpróbálom lemásolni, és már egyszer sikerült nagyon-nagyon megközelíteni, úgyhogy most megkísérlem még egyszer. Amit a rakott krumpliról tudunk, vagy amit minden magyar tud a rakott krumpliról, kell hozzá 1000 főtt tojás, kell hozzá 500 kg krumpli, kell hozzá 100 liter tejföl, kell hozzá 50 méter kóbász, és akkor az egészet így jó, megfőzünk először külön mindent, aztán az egészet így összesütjük, és akkor megesszük, és csöpög a zsír a pocakunkra. Na most a Tamás egy fordított ezen egy olyan dolgot, hogy bátran ki lehet rakni egy fine dining étterembe is a rakott burgonyát, mert olyan finoman és egyszerűen készíti el, és mégis olyan meglepően, és nagyon érdekes bizonyíték annak, hogyha egy ételben ugyanazok a hozzávalók, de más arányban és más módon elkészítve kerülnek az embernek a tápcsatornájába, akkor egészen meglepő és különleges íz, meg állag élményt kap az ember. Na, sok volt a duma, lássuk, hogy kell kezdeni az egészet. Először is fel kell rakni a tojást főni. Én 5 darab tojást fogok megfőzni, most körülbelül egy ilyen 4 emberre bőségesen elegendő adagot fogok csinálni, de szerintem még 6-an is jól laknak belőle. Ugye a fine diningnak az is az értelme, hogy úgy vannak elkészítve az ételek, hogy nem kell belőle bekajálni, hanem ízlelgetni kell és jól kell lakni. És hogyha most jöttök itt nekem azzal, hogy nálunk ezt már elmosogatják, akkor lehet menni mosogatni, meg lehet menni jó zsíros szaftosokat kajálni. Itt most nem ez a játék, itt most kényeztetjük magunkat, megjegyzem, baromi olcsón és egyszerűen. Na, felraktam 5 tojást főni, és most csinálok egy trükköt, ugyanis nekem majd a későbbiekben szükségem lesz egy kis olvasztott vajra. Fogok kettő kocka elég lesz vajat, ebben a jó kis IKEA edénybe, így összekötöm a kellemetlent, a haszontalannal, a fő tojásnak, a vizének a tetejére, ide teszem egy kis csónaknak, és ez szépen meg fogja olvasztani nekem a vajat. Amit viszont rakott krumplinál nem lehet megúszni, az a krumpli pucolás. Úgyhogy hajrá! Na, a burgonyákat meg kellett hámozni, hát ezt nem lehet kikerülni, de most jön az okosság, illetve az egyik okosság, amit a Szél Tamásnál lestem el, mégpedig az, hogy iszonyatosan vékonyra le van szeletelve a nyers burgonya, és
Nem kell először megfőzni, hanem azáltal, hogy nagyon vékonyra szeleteljük a burgonyát, egyből mehet majd be a sütőbe. Ehhez viszont be kell szerezni egy jó kis gyalut, vagy egy ilyen mandolint, ahogy a menő séfek mondják, és nagyon vigyázva a kézre le kell vékonyra szeletelni a burgonyákat. Most, hogy a krumpli megvan, ilyen gyönyörű, szép, áttetsző szeletekre szeleteltem fel. Minél vékonyabb, annál jobb. Nézzétek meg, teljesen átsüt rajta a napfény. Ilyen vékony. Most ebből a finom, friss fokhagymából egy gerezdet, szintén ezzel a kis mandolinnal hozzá szeletelek. Így, és most jöhet a fűszerezés. Mégpedig, ugye ki mást, mint kotányi pajtikánkat hívom segítségül, van nekik ilyen, hogy tengeri só, csilivel és fokhagymával. Mutatom. Tengeri só, csilivel és fokhagymával. A tengeri só, a csili és a fokhagyma is igen nagy haverom. És van egy ilyen fűszerkeverékük, hogy sült krumpli fűszerkeverék. Hát, mivel hogy tulajdonképpen a rakott krumpli nem más, mint sült krumpli. Úgyhogy én ebből is fogok hozzátenni. Óvatosan kell bánnom vele, mert mindkettőben van só. Ebben a sült krumpli keverékben kissé kevesebb. Jó illata van, gyerekek. Bátran ajánlom. Bátran használjátok. Jó, alaposan megszórom. Közben a tojásunk, ahogy csendesen fődögél, réges-régen megolvadt a vaj a tetején, úgyhogy azt le is mentem róla, és így, ahogy van, rázúdítom ide a burgonyánkra a finom, olvasztott vajat. Fogok egy alkalmas eszközt, és most szépen ezt az egészet a vajjal és a fűszerekkel összekavarom, összekeverem. Valójában a nehezén túl is vagyunk. A tojáskák megfőttek. Ugye ebben a verzióban csak a tojásokat kell előfőzni, és ilyenkor ugye az ember felszeletelné rendesen, de én nem szeletelni fogom, hanem le fogom reszelni. Ezzel is hozzájárulunk a fine dining élményhez. A legnagyobb lyukú reszelőn szépen lereszelem. Így, amint látjátok, szép, ízléses, sárga-fehér kavalkád lett belőle. És még egy alkotó elem van, amit fel kell dolgozni, az pedig nem más, ugyebár, mint a kolbász. Én most jó kis gyulai kolbászt fogok használni. A kolbásszal mutatok egy trükköt. A finom, hideg kolbászt kiveszitek a hűtőből, akkor egy kis meleg vizet kell ráengedni. Így, egy kis forró víz. Ez azt eredményezi, hogy a héját innentől kezdve iszonyú könnyen le lehet húzni. Így, ennyi volt az egész. Most pedig szépen ilyen hosszúkás szeletekre vágom. Minél vékonyabbra, de bármennyire is igyekszem, nem tudom olyan vékonyra vágni a kolbászt, hogy az arányaiban megfeleljen a burgonyának, amit még egyszer mutatom, ennyire vékony. Úgyhogy én most nem szeletekben, hanem kolbász morzsaként fogom rászórni, úgyhogy a kolbász szeleteket még apróbra vágom, amilyen apróra csak tudom.
valójában most már minden együtt van ahhoz, hogy összeállítsam a rakott burgonyát. Ehhez egy ilyen szép IKEA tálat választok. Így, né? A burgonyát már meglocsoltam olvasztott vajjal, de még egy kis vaj nem árt az edénynek az aljába. Egy kicsit kivajazom az edényemet. Oldalát is. És jöhet bele először is egy vékony réteg, burgonya réteg. Szépen szeletenként elhelyezem az aljában. Valójában még egy hozzávaló hiányzik az egészhez, ami nem más, mint egy kis tejföl. Így mondjuk egy ilyen két evőkanálnyi. És tejszín. Az körülbelül egy ilyen két deci só. Kótányi féle citrombors. Szépen fogom, és óvatosan rákanalazom az első rétegre. Nem kell, hogy tocsogjon, de mindenhová jusson belőle. Amikor a tejföl és a tejszín rajta van, akkor jöhet egy réteg tojás. Ebből is nem kell sokat, éppen csak legyen jelen, de ne uralja el az ételt. Ennek a fajta megoldásnak ez a lényege. Mindenből éppen csak egy picit teszünk, és kolbászból is csak néhány morzsát. Ilyen módon elkészítem az összes többi réteget. Na, hát ennyi volt. El is készült a rétegezés. Úgy készítem, hogy a legfőső rétegre én már nem teszek se tejfölt, se semmit, hanem a legfőső réteg az egy nagyon-nagyon vékony szelet burgonya réteg, pontosabban ugyanolyan vékony szelet, mint az összes többi. Burgonya a legteteje, mert azt szeretném, hogyha a tetején ez ilyen chipszerűen szépen ráégne, és az összes többi az pedig belül van. És amint látjátok, néhány szem burgonya, egy ilyen 5-6 szem krumpli volt, 4 főtt tojás, és egy ekkora kolbászból ennyi hiányzik, tehát még a fele megvan. Ígérem nektek, hogy olyan tartalmas kajában lesz részetek, és olyan különleges élményben, mindenki ismeri mi az, hogy rakott krumpli. De ez mégis több, mégis más, mégis különlegesebb. Na majd meglátjátok. Mivel ilyen jó kis cserépedényem van, ezért nem kellett a sütőt előmelegíteni, sőt mondhatnám, hogy tilos a sütőt előmelegíteni, mert az ilyen cserépedényeknél úgy kell betenni, hogy hidegen kell betenni a sütőbe, hogy a sütővel együtt melegedjen fel maga az edény, és nehogy elrepedjen. Na, mehet be a sütőbe. Fogunk rajta egy alsó-felső sütést. Így. 200 Celsius fokot állítok be. Így. És most valójában sorsára is hagyhatom. Még egy apróság, hogy nehogy túlságosan hamar elkezdjen sülni a teteje, én ilyenkor rá szoktam tenni egy szál alufóliát, de nem tömítem le, csak ilyen lazán ráterítem a tetejére. Így, né? Körülbelül, hát, mire felmelegszik, mikor eléri az üzemi hőmérsékletet, a 200 Celsius fokot, az néhány perc,
ennél az okos kis sütőnél. És utána körülbelül egy órán keresztül sütjük. Természetesen a sütés vége felé, mondjuk az utolsó negyed órában levesszük a fóliát a tetejéről, hogy szépen megpiruljon. És utána befoljuk. Na kérem tisztelettel! Egy óra után így néz ki a csodálatos rakott burgonya, és ilyen hangot hallott. Hát én azt mondom, hogy ez gyönyörű lett. Persze ilyenkor még nem szabad nekiugrani olyan iszonyatos erővel. Egy picit várom, amíg meghűl, ugyanis akkor nem fognak szétesni a rétegek, amikor felszeletelem, és utána megkóstolom végre jó kis savanyú borkával. És természetesen tejföllel. Na, egy picit, körülbelül egy olyan negyed órát, 20 percet hűlt itt az asztalon, hát ez még nem jelenti azt, hogy már kihűlt, még forró tulajdonképpen, csak egy picit megpihent, egy picit eloszlottak benne a nedvek, és most jött a tálalás. Én bizony az IKEA-ból választottam ezt a gyönyörű, ilyen kis fodros szélű tányért, van ennek valami neve, de én azt sajnos nem tudom. Igazi klasszikó, magyaros tányér. Na. És akkor szépen ígéretemhez híven, ez legalább 4 embernek elég. Pár szem krumpli, 4 tojás, és egy, hát egy igen kicsike kis kolbász. Egy olyan pici kolbász, hogy arra még egyáltalán nem is lehetne büszke az ember. És 4 ember, de inkább azt gondolnám, hogy 6. Remekül jól lakik belőle. Azt kell, hogy mondjam, gyönyörűséges. Szépen látszanak benne a rétegek, ott bújik a tojás, ott bújik benne a kolbászfalatka, a teteje olyan, mint a chips, gyönyörű, szép, szögletes. És ezt most annak rendje és módja szerint úgynevezett beauty felvételekkel szépen fel fogom nektek díszíteni, és meglátjátok, hogy valóban egy egyszerű rakott krumpliból micsoda csodálatos fine dining vacsit lehet készíteni. Na, hát aki erre azt meri mondani, hogy nem gyönyörű, annak természetesen semmi bántódása nem fog esni, hiszen én hiszek a szabad vélemény nyilvánítás erejében. De szerintem annak valami baja van, akinek ez nem tetszik. Csilivel és fokhagymával készített kotányféle tengeri só, ból nem lehet eleget rátenni az ilyenfajta kajákra. Már annyira csurog a nyálam, gyerekek, hogy szinte már szégyellem. De azért óvatosan kezdem méghozzá kézzel, hogy lássátok, hogy fine dining, de a kézzel kajálás is összefér vele. Letépek itt a tetejéből egy kis darabot. Így kezdem. Csak hogy halljátok, hogy milyen ropogós szajréval van dolgunk. Gyerekek, már ez az első egy kis tépet falatka, valami olyasfajta íz autósztrádára invitálja az agyat, hogy meg kell bolondulni. Na nézzük az egészet. Operatőr kollégám, a Sasi, aki itt van most ezen a kamerán, ezen mutatom, ezen, azt mondta a közeli felvételeknél, hogy hú, meg úgy néz ki, mint egy rétes. Hát ez az, rétegesen készült. Mennyei rakott burgonya. Egészen újfajta arányokban vannak benne a kóstolni valók. Öröm felfedezni egy kis kolbász darabkát, de természetesen az egészet átjárja a kolbásznak az íze. Öröm felfedezni, hogy a tojás milyen különleges ízű tud lenni, hogyha nem egy ilyen folytós nagy tojáskarikára harapsz rá, hanem csak úgy néha-néha találkozol egy kis cafattal.
Ugye magyar ember mindenhez tejfölt kell, hogy egyen, vagy én legalábbis mindenhez tejfölt teszem. Tejfölhöz és tejfölt teszem. Megunhatatlan kombó, és mégis lehet vele újítani, köszönhetően Szél Tamás pajtikámnak, akitől nem kaptam meg a receptet, csak megpróbáltam lemásolni. Hát természetesen ez azért még, hát ha nem is fény évekre, de fény percekre van az övétől. Mondjuk olyan messze van, mint Budapest a Marstól. De hát Tomi Mars lakó, hát azt tudjuk róla régen. De viszont másik irányba fény évekre van attól a fajta rakott krumplitól, amit az elmúlt évtizedekben én annak gondoltam. Na, gyerekek, nem veregetem tovább a saját vállamat, meg a Tomiét se. Én azt mondom, hogy készítsétek el, és találjátok meg a finomságot benne. Először is jó buli elkészíteni, másodszor pedig bár gyönyörű, harmadszor pedig bárkit meg lehet vele lepni, még magatokat is. Na, megyek a homályba kajálni. Sziasztok, jövő pénteken találkozunk.